A következő néhány percben nézzük meg, hogy is készül egy munkadarab. Először a mintadarab pontos méreteit határozzuk meg. Ehhez tolómérőt és mikrométereket használunk. A munkadarab menetes részének azonosításához úgynevezett menetfésűt is alkalmazunk. A mérőeszközök közül a mérőórás tolómérő 200 mm pontosságú. Az illeszkedő felületek mérése pedig egy 1000 mm pontos digitális mikrométerrel történik. A méreteket feltüntetjük a munkadarabról készített felvételi vázlatrajzon. A számítógépes rajz készítéshez adatbázisba mentjük. A mintadarab lemérése után a felvételi vázlat alapján készítjük el a gyártáshoz használt rajzot. Ehhez a mai kor követelményeinek megfelelően számítógépet használunk. A számítógépen háromdimenziós kettervező programmal készítjük el az alkatrész mérethelyes rajzát. Itt ugyanazt a programot használjuk, mint az Audi, az Opel és a többi ismert autógyár. A modell elkészültével monitoron ellenőrizhetjük, hogy az megfelele a kívánt formának, majd ezután digitális változatban tovább visszük a gyártás tervezéshez. A tervezési adatokat pendrive-on átvisszük a szimulációs tanterembe. Ezt követően betöltjük a munkadarab gyártásához szükséges CNC programot az előzőleg kiválasztott szerszámgépet szimuláló szoftverbe. A gépre jellemző beállítások megadása után lefuttatjuk a CNC programot és a képernyőn folyamatosan ellenőrizzük annak helyességét. Amennyiben nem találunk hibát, a CNC programot hálózaton keresztül elküldjük a taműhelyben lévő szerszámgépre, ahol a gyártás történik majd. A számítógépen megtervezett, majd elkészített program a CNC műhelybe kerül. A CNC gép tokmányába befogjuk a nyers darabot. Ezután ellenőrizzük a programot, hogy a küldés során nem történt-e adatvesztés. Ezt követően
a munkadarabot automata üzemmódban gyártja le a CNC esztergogép. Tehát emberi beavatkozás nem történik. A CNC program kiválasztja a programban megadott szerszámokat. Nagyoló, simító késekkel dolgozik, majd a műveletek zárásaként elkészíti a munkadarabra a menetet. A megmunkálás ideje kevesebb, mint egy perc. És az alkatrészt szinte alig kellett kézbe vennünk.